Pálffy Mihály vagyok, 1957 illetékor harmadikán születtem. Hódmezővásárhelyen az egész családom a Badl szakmát végezte, sőt mai napig is a bátyám és annak a gyerekei is. Én átértem erre a művészeti részre, most jelenleg 4 éve folytatom. Na most ennek az előzetessége az, hogy most én ezt csinálom, a Hódkonnál dolgozom emellett, és akkor ottan Saton Adrien volt főnököm, az vitt erre az egész dologra rá, ahogy csináljam ezt a dolgot. És onnantól kezdve alakul, és jobban-jobban alakultak a helyzeteim. Több kiállításom volt már, Budapesten kereskedési iparkamár előtt voltam, ott kaptam meg egy oklevelet, egy bátor szobrászati. Egy oklevelet kaptam, most a jövő héten megyek Szegedre kiállításra, vásár egybe, és jövő hónap végén, május végén meg újból Budapestre megyek zsűriztetésre. Most be tudom mutatni, éppen egy lófej van kiszabva előttem, és az ennek a mintázását be tudom mutatni, hogy hogy akkor. Hát nagyon sokat kell petyegtetni rajta, hogy ez kialakul. Majd esetleg a kisöcsém, aki fog lenni, a bátyámnak, a fiának a fia, akinek úgy szintén ilyen ügyes keze van, de hát ő még csak 6. osztályos. Most a nyáron azt mondta mindenáron, hogy mutassam neki, meg tanítsam. Ja, még annyit, hogy én végem nekem ehhez nincsen. Így mondom, hogy oklevelem, olyan értelem, hogy nem rendes vizsgás vagyok. Már olyan értelem, mint hogy akik szobrászattal járnak, itt a kézügyesség. Mert végeredményben van, most azt néz az ember, már mondták egy páran is, szakmabeliek, hogy hiába van valakinek papírja hozzá, hogyha nincsen kézügyessége. A papírra magyarán semmit nem ér. Na, tehetsége. Így van. Fantáziája. Így van. És akarata, hogy létrehozzon új dolgokat. Én sem, akkor csinálom inkább, mikor van úgy egy jó kedvem hozzá, vagy jön egy ötlet. Akkor elkezdem csinálni, de akkor viszont nem tudom abba hagyni sem. Na, akkor folyamatosan csinálom egyfolytában. Ez a mesterség még a törököknél, ami nagyon megy. Mert ott már a pici gyerek is, mert a 16 évig kijártam annak időben, és attól már a pici gyerek is veszi a lába közé a kis tönköt, és ott már kalapál. Szóval azok a már kicsikorok óta ezt csinálják. És gyönyörű dolgokat csinálnak. És akkor itt a kalapálás mellett már alakítod is, hogy úgy domborodjon, ahogy igen, kell. Igen, hát itt már lehet látni, hogy itt már a dombor rész, az órész, meg a fejrész, ezt teljesen alakítom ki fele neki. Ebben a veréssel megy a domborzat is neki. És utána van persze még az ovális rész közé berakva a fej közé. Akkor még a nyelv. És utána forrasztással. És igen, és utána aztán majd akkor mutatok neked, hogy éppen rúgva, mert az meg majd a hattyú lesz, de hát az nagyon lassan, már most 3. hónapja kilódok vele, már olyan értelem, hogy az csak tényleg akkor szabad csinálni, hogyha nagyon muszáj. De most egyelőre ráhagytam, kész. De ezt csak egy ilyen kisebb formában fogom megcsinálni, mert most magamnak, hogy mégis hogy fog kiállni. Ennek ez nagyon problémás, mert a farok résztől kezdve minden, szóval azt ki kell... Ez kézzel, csak kimondott kéz, ezen gépi hajtás, abszolút semmi nincsen, nem használok, csak kezet. Kézzel, utána kézzel megformálni, még fölnyomkodni, és ez így fog kialakulni. Tehát ez csak az egyik oldal, lehet egyértelmű dolog.
hobbi is. Próbálom megélhetésnek is csinálni, de ezek az az egészben itt a probléma, mindenkinek nagyon tetszik, mert én úgy veszem észre, hogy egyedi darabok, hogy itt van, nem, szóval nincsen rá keretje a népnek. Ez csak inkább külföldön, de hát külföldön sajnos nem tudok részt venni, mert anyagia nem úgy engedi. De azért a hagyományos bádogos mesterségtől se szakadtál, gondolom el, nem, hanem hogyha nem ilyenre kérnek, akkor, akkor azt is ugyanúgy azt is megcsinálom, a bádogos csatornázást, a fedés, vagy akár. Na, ebben kész volnánk a lónak a egy oldalú fejével, ez így fog kilépni majd. Ami ebből csinálom a madaraknak a tollazatát. Kérdezték már sokan, hogy tanoncot, vagy valamit, hogy van-e. Hát én őszintén van, nem nagyon akarok semmilyen tanoncot se, mert szóval én úgy tudom, hogy mivel nem vagyok el, azért mondom, papírosan szakmabeli, lehet, hogy nem is illet engem, hogy tanítsak mást. Nem tudom. De az unokaöcsémet azt meg fogom tanítani erre. Nem tudom, melyiket mutassam még, vagy hogy mint.